terv az május 1-én délután 2-kor a parlament előtti rakparton felszállok a magyar gyártmányú Corvus 540 részer típusú repülőgéppel, ami jelenleg van a versenygépen, és ez egy füstölős felszállás lesz, majd ezt követően megemelkedek, és a Lánchíd környékén, jobb és a bal oldalán tartok egy 10 percet bemutatót, ezt követően csatlakozik hozzám Verez Zoli, pár percben közösen foglaljuk el a légteret, majd őt ad bemutatót, és ezt követi Illés Tamás programja, majd a Red Bull majdnem teljes potát ide küldte, és érdekes gépek hozódnak fel, mint például a DC-6-os, a Cobra helikopter, az F4-es korzér, és amit kiemelnék, egy történelmi pillanat, hogy a T-38-as Lightning típusú amerikai gyártmányú nagy hatótávolságú vadászbombázó 44 óta nem volt a magyar légtérben. Most május 1-én délután, 2 óra után ez a T-38-as ismét feltűnik a magyar légtérben. Tulajdonképpen semmi nem csinálunk, ami itt veszély van, vagy izgulni való van. Egy tény, hogy a rakparttól felszállás még nem volt, de bejártuk a helyszínt, megnéztük és alkalmas rá. Itt mindig az a kérdés, hogy milyen repülőgéppel, milyen felkészültséggel, milyen körülmények között. Ez a repülőgép erre alkalmas. Úgy gondolom, hogy én 42 éves repülő múltam egy kellő felkészülés erre. És az érdekesség az, hogy ilyen még nem volt. És a parlament előtt felszállni azért valljuk be, hogy egy jó történet. Az elmúlt két évben a Red Bull Air Race ünnepelt. Minden jel arra mutat, hogy hamarosan újra kezdjük, hogy mikor az még azért pontosan nincs eldöntve. Éppen most jöttem haza Szlovéniából, ahol az új kapukat kellett teszteljem. Holnap reggel pedig megyek tovább Csehországba, Plaziba, ahol hétvégén egy kétnapos élsőn veszek részt. Úgyhogy sűrű az élet, attól még, hogy nincs verseny, attól még rengeteg bemutató van. Sajnos többségében külföldön, de nem unatkozom.